Sziasztok, egy videóval érkeztem ezen a napsütötte vasárnap délutánon. Többször beszéltünk már többetekkel arról, hogy mit lehet kezdeni a diólevéllel. Mi egy egyedi megoldást, vagy nem tudom mennyire egyedi megoldást találtunk ki a diólevelek felhasználására. Évekig szembenéztünk azzal a problémával, hogy nagyon kevés zöld hulladékot szállítanak el tőlünk, azt is egy kicsit ilyen kérdéses minőségű zsákokban. Tehát két diófánk van, amiket nagyon nagyra értékelünk, mert hatalmas bulikat lehet nyáron tartani az árnyékukban, bármilyen pavilonnál sokkal többet érnek, viszont ezekkel a diólevelekkel ősszel valamit kezdeni kell. Ugye általánosan elfogadott tény az, hogy a diólevéllel nem lehet komposztálni, azt nem lehet komposztként felhasználni. Az abból fakad, hogy ugye a diólevél az egy különleges vegyületet, úgynevezett juglon tartalmaz. Ez gátolja a növények fejlődését, mármint más növények fejlődését. Ezért közvetlenül nem is ajánlott a diólevél komposztba helyezése, amíg nem bomlik le ez a juglon. Szintén kérdés szokott lenni, hogy nagyon jó, de mennyi idő alatt bomlik le ez az anyag a diólevélből. Szakirodalom szerint 1-2 év szükséges ahhoz, hogy ez a juglon lebomoljon, de ez természetesen függ környezeti tényezőktől, például hőmérséklettől, vagy a komposztálási módszerektől. Mi azt a módszert választottuk, hogy összeszedjük ennek a két diófának a dióleveleit, hátul a gyümölcsösben, mivel bőven rendelkezünk hellyel, ahol akár 2 évet is nyugodtan tárolhatjuk ezt a levelet, amíg komposztá nem válik. Építettem egy általunk csak egy ilyen komposztáló udvarnak nevezett építményt, dróthálóval van körülvéve, levegő könnyen át tudja ezt járni, és ide hordom, itt halmozom fel az összegyűjtött dióleveleket. Miután összegyűjtöttük a leveleket, a terület rendezetten így néz ki. Itt pedig látjátok Szárszói Márton segédünket, aki vigyáz arra, hogy amíg mi dolgozunk, nehogy bármilyen izé megtámadjon minket. Ez pedig itt akkor az összes diólevél behordva. Ennyi lett volna a komposztálásról, diólevél komposztálásról szóló videó. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Természetesen, ahogy eddig is, várom a véleményeteket, észrevételeteket az info@remetemente.hu e-mail címen, vagy a Messengeren, vagy bármilyen formában, ahogy meg tudtok engem találni. Szép napot, sziasztok!